innovációs konferencia Nagykanizsán. Kezdjük onnan, hogy mi is az, hogy innováció. Igen, hát az innováció az egy nagyon széleskörű fogalom. Én számomra elsősorban szemléletmódot jelent, a mindig újítani való szemléletnek a folytatását. Tehát az azt is jelenti, hogy a mi számunkra nem csak egy technikai műszaki innováció jelent innovációt, tehát hogy például egy új autót vagy telefont létrehozunk, hanem különböző módszereket, hatékonyabban való működést is jelenti az innováció. Nagykanizsai partnerekkel nagyon régóta együttműködünk, többek között ugye a Városházával, az Egyetemmel, az Inkubátorházzal, más szereplőkkel, és ez a régóta való együttműködés, ez azt is jelenti, hogy több konferenciát is szerveztünk már, más, illetve hasonló témában is. Ez a mai egy különleges, hiszen az innovációt emeli ki, és az innovációban nagyon sok szakembert sikerült meghívnunk többek között Szombathelyről, Budapestről, Zala megyéből is, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon érdekfeszítő előadások lesznek. A mai napnak 3 szakmai előadás lesz a programja, részben pályázatokról is fognak beszélni az előadók, illetve 3 olyan vállalkozást kértünk meg, hogy mutassák be, hogy az ő számukra mit jelent az innováció, ugye ezek helyi vállalkozások itt Nagykanizsán, és gyakorlatilag, hogyha egy vállalkozó mutatja be, akkor talán a többi vállalkozó is, illetve a diákok is látják, hogy az innováció az nem ördögtől való tevékenység, hanem lehet ezt csinálni igenis picibe, és jó példák itt a szűkebb régiónkban is vannak. Innováció, hogy említette, fejlesztés, akár műszaki, akár ötlet, gondolkodásmódbeli fejlesztés, de hát, mint mindenhez, ehhez is pénz kell. Hogy el lehet ezt megvalósítani? Nagyon jó a kérdés, hiszen az innováció magában nem áll meg. Ezt mi már vállalkozásfejlesztési szakemberek régóta mondjuk, hogy az innovációt a finanszírozással és az exporttal együtt kell kezelni, hiszen ugye, hogyha innovál valaki, azt az a lényege, hogy piacra vigye a terméket. Ebben egyébként a magyar állam a mostani pályázati kirásokkal még ráerősített erre, tehát az kevésbé támogatható lesz a közeljövőben, hogyha valaki csak innovál és elkészít egy új teendőt, azt fogják támogatni, hogy ez piacon is jelenjen meg. Tehát végigvigye magyarul az innovációs folyamatot. Ezért nagyon fontos. Nyilván ehhez pénz kell, tehát finanszírozás. Részben lehet egy ilyen pénz például a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezdő vállalkozóknak is igénybe vető mikrohitel, vagy egyéb kockázati tőke, vagy egy új innovatív finanszírozási eszköz a crowdfunding, a közösségi finanszírozás. Másrészt viszont ugye az exportpiac azért fontos, mert Magyarország azért viszonylag relatíve kis piac, és külföldre kell lépni arra, hogy egy innováció anyagilag is megéri, anyagilag is siker legyen. De láttunk már olyan példákat is, hogy ezeket az innovációkat nem saját gyártásba tette utána a cég, hanem értékesítette ezt a licenc, vagy know-how-t, vagy különböző szellemi tulajdont, erről is egyébként ma lesz szó, és gyakorlatilag ebből akár milliómos, milliárdos is lett, ha jó volt az az ötlet. Itt említette, hogy 3 olyan vállalkozás mutatkozik be, akik fejlesztenek, de mégis összességében mit lehet elmondani Nagykanizsáról, Zala megyéről, hogy mennyire innovatívak vagyunk? Igen, a statisztikai helyzet sajnos nem ennyire jó, hiszen a megye gazdasági fejlettségét tekintve körülbelül a középmezőnybe helyezkedik el Magyarországon, de innovációban viszont hátul vagyunk. Ennek én 2 fő okát látom, az egyik a kutató helyek hiánya, hiszen az egyik olyan mutató, amivel ezt mérjük. Ezt természetesen próbáljuk a megyei vezetésre karöltve növelni, és a felsőoktatást növelni, valamint azoknak a gyároknak a kutatókapacitását idehozni, akik ebbe dolgoznak. Másrészt viszont az Zala megye vállalkozói szerkezete ugye nagyon sok mikrovállalkozást tartalmaz, nagy vállalkozás viszonylag kevés van, és azért a klasszikus termékinnovációs tevékenység az inkább a közép vagy a nagyvállalatokhoz köthető. Tehát ezért is nyilván az az érdekünk, hogy lejjebb vigyük ezt a szintet, tehát kisebb vállalkozások is innováljanak, másrészt pedig erősítsük meg azt a középvállalati réteget, akik, vagy esetleg nehogy Isten új cégeket vonzunk Nagykanizsára és a megyébe, hogy ezzel is segítsük az innovációt. A kis cégeknél, a mikrovállalkozásoknál az ötletek, azok is lehetnek innovációk, fejlesztések, mennyire jellemzőek? Igen, hát ez egy divatos terület, ezt úgy hívjuk, hogy startup, tulajdonképpen egy innovatív kezdő cég megnevezése a startup, és ez egy elég népszerű tevékenység ma. Budapest fölkerült Európa startup térképére, de nem árulok el titkot azzal, hogy az alapítványnak több projektje Zala megyében is szeretne ilyen ötletklubokat létrehozni. Ez mindegy, hogy most startup klubnak hívjuk, vagy innovációs labornak hívjuk szakmailag. Ettől függetlenül a cél az, hogy minél több fiatalt bevonzani ezekbe a klubokba, eszmecserét folytatni, egymással és különböző szakemberek irányításával, és természetesen ez a felsőfokú oktatási intézményeknek is lényege. Vannak erre is, tudok erre is jó példákat mondani, akár Nagykanizsán is például, hogy itt a Hidrofilt és az egyetem együttműködése, de Zalaegerszegen is jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az IBM segítségével létre tudunk hozni majd egy nagy ilyen startup központot.